Sziasztok, én Viki vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix, az IGN Hungary heti hírösszefoglalója. Némileg szokatlan időpontban, hiszen múlt héten nekem a Mikulás egy jó kis torokgyulladást hozott, és ahogy jött, úgy vitte is a hangomat. Na de bepótoljuk, hiszen sok minden történt a múlt héten, amiről érdemes beszélni. Lássuk is! Az öngyilkos osztag alkotói egy kicsit merészebben nyúltak Batman nemeziséhez, és igyekeztek egy az eddigiektől jelentősen eltérő Jokerrel meglepni a nagy érdeműt. Sok rajongónak már ez a kinézet is sok volt, páran viszont kifejezetten szerették a bohóc herceg extravagáns megjelenését. Az előbbiek örülhetnek, ugyanis a most felbukkant látványtervek szerint David Ayer rendező és a stáb egy visszafogottabb verziót fogadott el. Különösen a boxolónadrágot tartjuk merész ötletnek, habár így utólag visszagondolva kár, hogy végül Jared Leto nem húzhatta fel. A film egyébként múlt héten jelent meg itthon DVD-n, BD-n és UHD-n, többek között bővített verzióban is, melynek kritikáját már olvashatjátok nálunk. Nem akármilyen meglepetést tartogatott az év utolsó nagyszabású rendezvénye, a PSX 2016. A Naughty Dog bejelentette, hogy folytatást készít a The Last of Us-hoz. A Part 2 alcímmel ellátott kalandban visszatérnek az első epizódban megismert szereplők, így Ellie és Joel is. A sztori pár esztendővel később veszi fel a cselekmény fonalát, a játék főszereplője pedig az immár 19 esztendős Ellie lesz. Neil Druckmann direktor elmondása szerint, amíg az első rész a Joel és Ellie között kialakuló szeretetről, addig a folytatás elsősorban a gyűlöletről fog szólni. Az első részt rendező Bruce Straley sajnos nem vállal szerepet a Part 2 megalkotásában, de Druckmann nem maradt segítség nélkül, hiszen az HBO Westworld című sorozatának egyik írójával, Hayley Grosszal dolgoznak a forgatókönyvön. A játék fejlesztése még korai fázisban van, így a megjelenés lehetséges időpontját egyelőre nem árult el a Naughty Dog. A fejlesztő stúdió a Sony rendezvényén rántotta le a leplet az Uncharted 4 Story DLC-jéről is, mely a The Lost Legacy címet kapta. Ugyanakkor nem egy hétköznapi DLC-ről van szó, a Chloe és Nadine közös kalandjára fókuszáló történet önállóan futtatható kiegészítőként jelenik meg, digitális és dobozos változatban egyaránt. Az Uncharted 4 eseményei után játszódó kiegészítőben Indiába kísérhetjük el Chloe-t, akinek a Ganesha agyara nevű kincset kell majd megtalálnia. A fejlesztők szerint hangvételében jelentősen eltér majd a történet az alapjátéktól, de akcióban és izgalmakban ezúttal sem lesz hiány, még ha Chloe egy kicsit más stílusban is küzd, mint Nathan Drake. A The Lost Legacy-t a Deluxe Edition és az Explorer's Pack tulajdonosai ingyenesen tölthetik le 2017 elején. Ugyanakkor, aki szeretné ilyen formában beszerezni a Story DLC-t, annak sietnie kell, ugyanis december 13-tól ezek a lehetőségek elérhetetlenné válnak. Ezek után vélhetően csak a magasabb áron kínált The Lost Legacy-t lehet majd megvásárolni. A visszatérő végre elhozta a hőnáhított Oscar-díjat Leonardo DiCaprio számára, sőt, mi több, Tom Hardy alakítását is jelöléssel méltatta az Akadémia. Erre maga Hardy számította legkevésbé, aki fogadás is kötött DiCaprioval, hogy nem fogják jelölni. Mivel Leo biztos volt benne, hogy Hardyt jelölni fogják, ezért belement a fogadásba, ami szerint ha Hardy Oscar jelölést kap a visszatérőért, akkor egy DiCaprio által választott tetoválást kell magára varratnia, míg ha nem, akkor Hardy választhat valamit Leo számára. Nos, Hardy elbukta a fogadást, így a következő szöveget kell magára tetováltatnia. Leo mindent tud. Úgy tűnik, hogy a japán fejlesztő legenda Hideo Kojima igencsak zokon vette a Silent Hills elkaszálását. Az azon bele együtt dolgozó Norman Reedus után Guillermo del Toro-nak is szorított egy kis szerepet a Death Stranding új trailerében, ami a The Game Awards rendezvényén debütált. A filmrendező nem is akárkinek az oldalán tűnik fel az előzetesben, ugyanis Kojima egyik kedvenc színésze, Mads Mikkelsen is beszállt a projektbe. Ő alakítja majd a nyitott világú akciójáték főgonoszát. A Death Stranding a Guerrilla Games saját grafikus motorjával, a Decima Engine-nel készül. A történettel kapcsolatban konkrétumokat azonban ezúttal sem árult el Kojima, viszont mindenkit biztosított arról, hogy a trailer számos apró utalást és titkot rejt, ám ezek megfejtését a nézőkre bízta. A Death Stranding valamikor 2018-ban jelenhet meg, kizárólag PlayStation 4 konzolokra. Ennyi volt a rendhagyó hétfői Weekly Fix, legyen csodás hetetek és találkozunk szombaton. Sziasztok! 2017 elején. Ugyanakkor... Ugyanakkor.